viszont egy teraszon alaposan megmozgatod az embereket a medencében. De hogy érezted magad a pult mögött? Nagyon jól, vártam már ezt a mai napot. Az a jó, hogy sok ismerős arc eljött, és ők az első percekben mindig nagyon jó lökést adnak, hogy ha elkezded a szettet, és meglátod, hogy már is jönnek az ismerős arcok is táncolnak, akkor onnantól kezdve egy olyan atmoszféra van, ami csak figyelni kell, hogy erre mikor vált biztosá, hogy összebímeljékre, és mennyit készültél erre a mai szetre? A mai szetre ugyanannyit készültem, mint a többire. Általában mindig folyamatosan készülök, nézem a friss megjelenéseket. Múlt héten már végig úgy szelektáltam a zenéket, hogy mi az, amit el tudnék képzelni egy nappali Balatonpart melletti bulin. Illetve legyen benne olyan is, ami mondjuk saját zene, vagy a... Van egy zene, amit direkt erre a napra próbáltam időzíteni, hogy itt kipróbálhassam. Le is játszottam, jól is működött, hál' Istennek. Tehát akkor ez volt a teszt? Ez volt a teszt, igen. Úgyhogy táncoltak rá, működött. Még nem úgy szól, ahogy teljesen kéne, de azonban javítunk. A Be My Lake-re pedig szerintem július közepén, vagy július elején tudtam meg, hogy jövök. És azt, hogy milyen nap, azt is körülbelül július. Hogy építetted föl ezt a másfél órát? Tehát egy másfél órában mi fér bele úgy, hogy warm-up, akkor legyen egy kis csúcs, meg egy kis a végén egy kis... Hát előttem úgy adták át, hogy nem veretős, de azért keményebb technó volt. Én egy picit levittem és onnan építkeztem. Ilyen tudatosság sosincs bennem, hanem mindig az, hogy én a közönség mit érez, meg én mit érzek, és próbálom azt átadni. Nézem a reakciókat, hogy mozognak arra a zenékre. Volt, lemondom, lejátszottam a saját zenét, ezt az egyet terveztem, minden más az egy ilyen spontán dolog volt, és hál' Istennek működött. Egyébként hogyan értékeled a nyarat eddig fesztivál szempontból? A Balaton Soundon voltam az arénában, a pénteki napon, az szenzációs volt. Nagy szerencsém volt, hogy kint rossz idő volt, és amiért lehet, hogy akik be se jöttek volna még az elején, azok már bejöttek, és egy 9 óra 20 perckor már majdnem, hogy megtelt az aréna, és olyan hangulat volt, hogy azóta is megvan az a töltés, amit ez a hangulat adott. A nyáron a Be My Lake-en kívül most nem lesz több fesztivál, tehát volt Zon, Sun, meg ez. Hát készülök az ősz. Ha már péntek, ugye a Balaton Soundon péntekenként fut a Be Massive nevű sorozatotok a Prime FM-en. Azzal mik a tervek ősztől, illetve a mai napra voltak-e zenék, amiket ott már teszteltél? Igen, voltak olyan zenék, amik meghatározó alapjai. Nem is zenék, inkább előadók, mert kicsit fura lenne, hogyha mindig azok a zenék megjelennének, elég unalmas lenne az összes szett. Szóval azokból az előadókból itt is játszottam, amik a Be Massive stílus gerincét adják. Én úgy tudom, hogy péntektől ugyanígy folytatjuk a Prime FM-en rádiósorozatot, többnyire én fogok bemenni játszani, illetve külföldi vendég a képen jön a Be Massive Soundra, ez a terv. Lehet tudni esetleg konkrét neveket? Igen, október 4-én az Olivier Puntemann jön. Azt nem tudom, hogy bejön a rádióba vagy nem, de azt várjuk most a legjobban. Előtte még lesz egy grill party, a szeptember 6-a, ez egy nappali buli lesz. Délben kezdjük, este 9-ig tart, és minden DJ különleges hamburgerrel készül, amit ősít meg, mellette meg zenélni is fog. Úgyhogy mindenkinek érdemes jönni, aki szereti a jó zenét, szeret táncolni, reméljük sütni fog a nap, finom hamburgerek lesznek, próbálunk egy ilyen ilyesmi hangulatot fölvinni a belvárosban egy tetőre, ha meglátjuk. Már említetted, mennyire jönnek itthon divatba ezek a nappali bulik, tehát a fesztiválon adott, de amúgy, hogy egy-egy buli, mert az itthoni party kultúra inkább az éjszakára épül. Szerintem egyre több igény van a nappali bulira, meg egyre több igény van olyanra, ami nem megszokott. Mert egy picit annyi impulzus, meg annyi jó buli éri az embereket, hogy kezdenek egy kicsit immunissá válni. Tehát hétköznap, ha nincs fesztivál szezon, a klubok jobbnál jobb programokkal jelentkeznek, egymást licitálják, és ez egy természetes, hogy már szinte nem is érdekli annyira az embereket, csak ha valami extra fellépő jön. És egy olyan nappali buli, vagy egy olyan megmozdulás, ami, mint a hajós bulink, ami volt, az egy olyan környezetbe viszi az embereket, amit nem szoktak még meg. És azt látom, hogy egyre több igény van ilyenre. Nem véletlenül működnek ezek a dolgok, hogy szabadtére kivisszük a bulikat, és egyre többen mennek. Szóval szerintem van rá. Mennyire kell más stílust játszani, mint száz helyen? Hát egy klub hangrendszere, az ugye jobban bírja a
technót, vagy nem is akarok stílusokat mondani. Tehát megvan az, hogy hova milyen zene illik. Én szabadtérre sokkal több ilyen virám, táncolós zenével készülök, de azért ott van a kis dög is, azért, hogyha kell. Az ilyen mocskosabb, alattomosabb dolgok pedig megmaradnak a klubban. Úgyhogy az a jó, hogy minden stílust ki lehet valahol meríteni, meg ki lehet élni azt, hogy mondjuk én nem tudok játszani egy fedett helyen egy klubban olyan finom zenét, amit mondjuk délután 3-kor itt föltennék, de itt például remek, tehát bele is illik az atmoszférába, a környezetbe. Úgyhogy én örülök, hogyha minél több helyen, minél több idősávban, különböző idősávokban lehet játszani, mert mindig más tud kipróbálni az ember. Mint az, hogy jó, minden este hajnal 2-től 4-ig, akkor ott azért megvan az, hogy mit játszik az ember. Meta, nagyon szépen köszönöm, a továbbiakhoz sok sikert kívánok, remélem találkozunk akkor szeptembertől péntekenként a Beamessing, a Prime FM-en, és ehhez a szeptemberi különleges hamburgeres grillezős bunihoz pedig az étel és a zenei ényenceknek is jó, hogy megjön. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm.